A vád szerint a férfi Kunhegyesi otthonában az udvaron 3,5 méteres hosszúságú, a kerítés oszlopához rögzített láncon tartotta megkötve 10-12 éves nőstény kutyáját. A Jászanykon Szolnok Vármegyei Kormányhivatal állatvédelmi felügyelője 2023. május 22-én hatósági helyszíni ellenőrzést tartotta a férfi lakóhelyén, és megállapította, hogy a kutyát nem megfelelő körülmények között tartja a férfi. A kutya lánca a kerítésen fel volt akadva, a testét legyek járták, nyűszített, egészségügyileg súlyos állapotban volt az állat, mely már csak minimálisan mozgott és reagált a külvilágra. Így a legyeket sem tudta elhajtani a testéről. Az állat két és félszer két és fél méteres területen járhatott, mely terület vizelettel és üdülékkel volt szennyezett a kutyán lévő nyakörv belevágott a húsába, mely 15 cm-es sávban a bőr mélyebb rétegére is kiterjedő folytonossági hiányt okozott, majd a nyakörv benövése egy súlyos fokú, mélyre terjedő kifekélyesedett gyulladással járt. A gennyes bőrt a legyek beköpték, Lárváikat lerakták, amelyek az állat bőrében növekedtek. A fekélyes seb alatti és a nyakörv köré növekedett kötőszövetek, izomszövetek ki voltak téve az ebb mozgása során a lánc dörzsölő hatásának, amely fájdalommal is járt, különös szenvedést okozva ezzel az állatnak. Az állatot az állatvédők segítségével az ellenőrző hatóság elszállította, majd sor került orvosi ellátására, gyógykezelésére. Az ebkezelést megelőző állapota rövid úton fertőzést okozott volna, ami gyógykezelés nélkül az állat pusztulásához vezet. Amennyiben az állatot nem emelik ki a környezetből, abban az esetben egy-két héten belül elpusztul az ebb minden megbetegedése és azok gyógykezelésének, megelőzésének elmaradása különös szenvedést okozott az állatnak. A Jászanykun Szolnok megyei kormányhivatal a férfit állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezte. Egyúttal a kutyatartástól két évre eltiltotta, valamint az ingatlanán lefoglalt sérült kutyát egy további másik ebben egyetemben elkobozta. Az ügyészség váltiratában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Az ügyben a karcagi járásbíróság fog dönteni